Írok például korábban is, de most ilyen frissebb állváló perekről. És az állváló perek elsősorban a német megszállás alatt voltak, ahol zsidó férjektől válnak magyar, német, szerb asszonyok. A megszállás után a német férjektől válnak magyar, szerb asszonyok. Az, hogy állváló perről van szó, ez csak az ügyvédőraktárból látszik. Mert hogyha egy asszony úgy fordul az apámhoz, vagy a nagyapámhoz, hogy doktor úr, jó házasságom, nem akarok állválni, de ha nincs más mód, hogy megállítsuk, hogy a gyerekünket ne vigyék a férjemmel együtt a táborba, akkor kérem, adjon be vállópert. A bíróságra nem lehet azzal menni, hogy én tulajdonképpen nem akarok válni, csak ki akarom játszani a hatalmat, de az ügyvédi iratárban ez látszik. Tehát nagyon sok más példája is van, hogy az ügyvédi irattár az többet mutat a mindennapok valóságából. Mellesleg egy vállóper, ilyen állváló perben egy nagyon érdekes fordulat érkezett. Egy német asszony válik, a nagyapámnak az ügyvédje, látom az iratokból, hogy az állváló perről van szó. A zsidó fért elhurcolják a belgrádi haláltáborba, hogy sajnos életét veszti. Jön a felszabadulás, és utána a németek felé fordul a düh, és akkor a német feleség kell, hogy bizonyítsa, hogy nem igazi vállóper volt, tehát nem faji okokból vált, hanem ki akarta játszani a német megszállókat. Nem hisznek neki, tehát a nagyapám kell, hogy eskü alatt bizonyítsa, hogy a vállóper állvállóper volt. Ezt úgy is mondhatnám, hogy a nagyapám eskü alatt bizonyítja, hogy tulajdonképpen csaltak, mert az, hogy csaltak, most annak a bizonyítéka, hogy becsületesek. Szóval nem egyszerű a mindennapok történelme, de ezt próbálom valamiképpen rögzíteni. Az író egy különleges személy, nagyon régóta ismerem, az egyetemről még, és a hozzáállása az emberekhez egyedi, úgy egyedi az ő egész élete, egy sikerélmény, és ebből a gazdag látókörből, ahonnan ő jött, és ahol keresztül ment eddig, mindig lehet tanulni tőle sokat újat, és nevetni néha a mókás gondolatokon, történeteken, és csodálkozni, hogy 700 évvel ezelőtt milyen perek voltak, mi volt. Érdekes a jogászoknak, de érdekes mindenkinek. Maga a személy az külön egy egész adást. Még én elmesélni róla, hogy milyen utat járt meg. Frissen jelent meg a magyar kötet, egyelőre még kevés példány, remélem a hétvégéig többen. Ezúttal a szerb fordítás korábban jelent meg, de megjelent mind a kettő, és ez a lényeg. Próbálom ezt a múlt kutatást folytatni, mert ezt többször említettem, valami csoda folytán a családi ügyvédi irattára, az egyedül ügyvédi irattár, amelyben a 20. század első feléből is maradtak iratok, sőt a 19. századból is. Más ügyvédi irattár Vajdaságban nem maradt meg, amely a 20. század első felében, és ez valamiképpen fölértékeli ezeket a dolgokat, és itten egy mindennapok világa látszik ezekben az iratokban, és hát úgy jól esik azt is nézni, vagy legalábbis azt is hinni, hogy itt látok egy világot, amit folytatunk, és a kisebbségi világunk is folytatódik. Ezek a legújabb kötetben főleg a második világháború alatti bálnáti perek vannak, apró perek, és ami ebben érdekes az az, hogy nagyon sok ember volt, akik ez alatt a borzalmas évek alatt, német megszállás alatt nem akartak se hősök lenni, még kevésbé árulók, emberek akartak lenni. És akkor egy aránytalan energiát fektettek be kis perekbe. És ez a bíráknak is jól esett, mert hogyha azt mondja valaki, hogy egy hölgy, hogy elhagyta a férjét, mert az bezárta a spájzot, és a férj azt mondta, hogy ezért nem lehet elhagyni, akármit mond a bíró, nem lesz se fasiszta, se kommunista. És akkor más ügyekben is látom, hogy a felek, az ügyvédek, a bírák
törvényszéki szakértők egy irracionális mennyiségű energiát fektetnek be, és ezt én póttörténelemnek hívom. Érdekesnek tűnt, és mókásnak is, hogy egymáson követelik például a töpörcsű forgatót, ami bádog töpörcsű forgató, és a harapófogót. Az igazi drámák mögött lehetett nyoma a háborúnak, vagy ezzel védték ki magukat a háború szele alól valamilyen szinten, hogy ne erre gondoljanak, hanem a marra? Ez egy olyan következtetés, amihez legalábbis engem vezettek az iratok, ezt próbálom mutatni, és én ebben hiszek, hogy ebben az őrületben akkor is voltak 30-40 éves emberek, voltak gyerekek, akik akkor születtek. A gyerekek születésének hát vannak előzményei, ezek szintén akkor történtek. És tehát voltak emberek, akik kerestek valamilyen életet. De most a német megszállás alatt lehetett persze partizán hősnek lenni, tehát nem volt egyszerű oda menni. Lehetett a fasisztákkal együttműködni, de hát ehhez nagy embertelenség kellett. És hát az emberek zöme azért nem volt se hős, se áruló, viszont voltak 30-40 éves emberek, akikben rengeteg energia volt, és ezt valahova be kellett fektetni, és részben ilyen kis perekbe fektették. A címadó per, a házasság utáni házaságy, itt arról van szó, hogy a Petőfi brigádnak egy hőse Tordáról elment a Petőfi brigádba, és ott az életét vesztette. Nagyon sok elmélet és veszekedés van akkorül, hogy a Petőfi brigádba miért mentek emberek, és valószínűleg több tényleges magyarázat is van. Ennél a Sándornál a magyarázat az, hogy ott hagyta őt a Rozi. És miután ott hagyta a Rozi, úgy el volt keseredve, hogy elment a háborúba. És sajnos ott vette az életét. Na most, ez mind olyan tények, amelyek nem kerülnének ügyvédi irodába, viszont az történt, hogy a Rozi, akinek meghalt a férj és özvegy lett, és a Sándornak az apja, veszekedtek azon, hogy kié lesz a házaságy. És akkor így került a per az ügyvédi figyelembe, és így maradtak utána, megvan az a levél is, amelyet a Sándor írt a Rozinak, mielőtt bevonult a Petőfi brigádba, és mondja, hogy milyen keserű az élete. Tehát ezek a nagy történelemnek, ezek a kis emberekre vonatkozó részletei, ezek itt látszanak.